Szeretnénk gratulálni, köszönjük a versenyzésre, és Manzinger József úrnak pedig köszönjük szépen a felkészítést. Szépen. Az első helyezetteknek járó elismeréseket adja át a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Horváth Vörös Mária azoknak a diákoknak és felkészítő tanáraiknak, akik eredményesen szerepeltek az országos szakmai tanulmányi versenyen, illetve a Szakmasztárja Fesztiválon. Idén a megszokottnál is sikeresebbek voltak a Paksi Energetikai Technikum és Kollégium tanulói, hiszen négyen is dobogós helyezésre térhettek haza. Minden az iskolában tanulható ágazatból volt döntősük, négy szakmában, köztük az elektronikai technikus szakákban pedig kimagasló versenyeredmény született. Szakmasztár fesztiválon sok szakma köré és között az én szakamban is verseny indult, és akkor elmentem, ahol első helyzet lettem végül, és ott is gyakorlati feladatok voltak. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara tavaly évvégén hirdette meg a szakma kiváló tanulója versenyt, amire összesen 23 szakmából 154 jelentkező indult. A területi előválogatót Szekszárdon tartottuk a kamarában, illetve itt az irodai titkár, az Pakson itt az eszében került megvalósítása. Az országos elődöntőbe 12 versenyző jutott tovább, illetve, hogy tudjuk is, 2 versenyző jutott a döntőbe, akik első helyezést értek el. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, szeretnénk minél több helyre eljuttatni ezt az információt, mert azt gondoljuk, hogy ez egy hívó szó lehet a diákoknak a szakmatanulás irányában. Azok a diákok, akik kiváló eredményeket értek el az országos megmérettetésen, a szakmai vizsgájuk alól felmentést kaptak, hiszen ők már egy ország előtt bizonyították a rátermettségüket.